Kedves testvérek! Szokták azt mondani, hogy karácsony a szeretet ünnepe. Azonban ez lehet talán egy kicsikét félreérteni és rosszul érteni is. Mert karácsony elsősorban nem az emberi szeretet ünnepe. Az emberi szeretet igen gyakran mennyire könnyen megkopik, elfárad. Hány olyan család van, ahol lassanként kihűl a szeretet? Az emberi szeretetben néha annyi önzés is, annyi más motívum belekeveredik. Karácsonykor az ember nem önmagát ünnepli, nem a magunk szeretetét. Karácsony mindenek előtt Isten szeretetének ünnepe. Azt ünnepeljük, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egy szülött fiát adta oda érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Németországban történt a II. Világháború vége felé, nagyon sok várost bombáztak le borzalmas módon, rengeteg halott és rengeteg sebesült volt. Egy német pap pont karácsony után, és egy ilyen nagy bombázás után készült bemenni egy kórházba, ahol rengeteg haldokló volt, rengeteg sebesült. Délelőtt pont egy családnál volt, onnan indult volna a kórházba, ahol már ott volt a Betlehem, és ott volt a karácsonyfa. Egy nagyon jószívű kislány, ahogy meghallotta, hogy az atya hova megy, hirtelen gondolattal a kis Jézus szobrát kivette a jászolból, és odaadta az atyának. Azt mondta neki, vigyel ezt a kórházba, és adja oda valakinek, akinek úgy érzi, hogy nagyon nagy szüksége van rá. Az atya megrendülten átvette a kis Jézus szobrát, eltette táskájába, ment be a kórházba, és ahogyan beért, a nővérek mondták, hogy 2-3 nappal azelőtt hoztak be oda a kórházba egy kislányt, egy gyereket, akit a romok alól szedtek elő, mindenkije meghalt, a szülei, a testvérei. És ez a kislány napok óta meg sem szólalt. Nem volt hajlandó enni. Üveges szemekkel nézett a semmibe. Az atya odament a kislánynak az ágyához, próbált hozzá beszélni. A kislány egyáltalán nem figyelt rá, sem hederített. Akkor az atyának eszébe jutott a kis Jézus szobra. Elővette a táskájából és nyújtotta a kislány felé. Akkor a kislány arca egyszerre csak újra élni kezdett, elkezdte nézni a kis Jézus szobrát. És aztán több nap után meg is szólalt, és azt mondta, hozzám jöttél, nekem adod. Aztán kinyújtotta a kezét, átölelte kis Jézus szobrát, magához szorította, és elkezdett sírni. A karácsony titkának a lényege ez. Jézus hozzánk jött. Nekünk adja önmagát. Karácsony legnagyobb ajándéka maga Krisztus. Az emberi ajándékok csak viszfényei ennek a nagy ajándéknak, amit a világ kapott. Ahhoz, hogy átéljük a karácsony titkát, ahhoz kell az, hogy az ünnep napjaiban legyen időnk megállni, elcsendesedni, egyedül maradni. És ha az ember ezt tudja megtenni, akkor meg fogja érezni azt, hogy valaki rám néz, valaki a lelkem mélyén ott van és szól,
És meg fogja talán azt is érteni és sejteni, hogy mindez értem történt. Krisztus értem is megszületett, értem is meghalt a kereszten. Karácsony értem történt. Isten úgy szeretett engem, hogy önmagát adta nekem. Ha valaki tudja ezt a titkot befogadni, a szíve megtelik örömmel, szeretettel, békével, és túl fog csordulni, tovább tudja adni. Olvastam egy nagyon meglepő párbeszédet, ami egy lepra kórházban, egy borzalmas helyen történt, Madagaszkár szigetén, ahol nővérek ápolták a rettenetes sebekkel teli betegeket, a leprásokat. Egy gazdag amerikai jött meglátogatni ezt a kórházat. Szörnyűködve ment végig az egyes barakkokon, látta az emberek sebeit. Az egyik fiatal apácának azt mondta, hogy ő akkor sem lenne hajlandó ezt a munkát csinálni, hogyha havonta 20 000 dollárt fizetnének neki. Mire a fiatal apáca elmosolyodott, és azt mondta, én 100 000 dollárért sem lennék hajlandó ezt csinálni. De Jézus szeretetéért ingyen is örömmel teszem. Akinek a szívébe ez az ajándék megérkezik, akinek a szívében ott lakik Jézus, abból ez a szeretet könnyedén, örömmel, ingyenesen túlcsördül. Mennyire szép lenne karácsonynak a fényét ellopni, elvinni a hétköznapokba is. Karácsony fénye szelíd fényesség. Nem olyan, mint a reklámoknak a vakító fénye, erőszakos fénye. Olyan, mint a gyertya lángja. Szelíd fényesség, de titokzatos erő van benne. Átalakítja a világot, mint a kovász. Olyan embereken keresztül, akiknek a lelkében ez a fényesség él és világít. Ferenc pápa igen gyakran beszél arról, hogy Jézus akarja és szeretné a világunkat alakítani, igazabbá tenni. Akarja és szeretné, hogy ez a világ ne a haszon meg a pénz elvei szerint működjön, hanem szeretet és igazság törvényei szerint. Hogy olyan legyen ez a világ, hogy bárki, aki a világra születik, az tudjon ezen a földön boldogulni, legyen lehetősége, legyen ahhoz joga, legyen szabad útja, mint bárki másnak, hogy ebben a világban boldogulhasson és kibontakozhasson. Jézus akkor tudja alakítani a világunkat, ha vannak olyan emberek, akiknek a szívében ez a szelíd fényesség ég, akik kovásszá lesznek a világ tésztájában. Karácsony fényét őrizni nem is mindig könnyű. A szeretetnek, az igazságnak, a hűségnek van ára. Ahogyan Jézus megtestesülésének, a karácsony ünnepének is van ára és van súlya. A jászol egyszerűsége, szegénysége már előre jelzi a kereszt odaadását, a végsőkig menő szeretetet. Mi is, ha szeretnénk az év folyamán őrizni a karácsony fényét, annak van ára. Ahhoz kell nagyon sok odaadás, nagy lelkűség, hűség, önzetlenség, rengeteg idő, amit férj a feleségére szán, feleség a férjére. Tudjuk-e őrizni az ünnep fényét a hétköznapokban is? És végül hadd idézek föl egy nagyon szép visszaemlékezést, amit egy nagy magyar írónk mondott el. A gyerekkora
egyik alapélményéről, az egyik nagymamáról, aki Békésben lakott, és mindig, hogyha elmentek hozzá, nagymama fantasztikusan szerette az unokákat, ölébe ültette őket, volt a szoknyájában mindig dió, mogyoró, édesség, és nagyon szeretett, nagyon jól tudott mesélni. Az unokák mindig kérték a nagymamát, hogy mesélj. A nagymama rengeteg történetet mondott, mindig a Bibliáról, minden történet Jézusról szólt. Legtöbbször pásztorokról, három királyról, a betlehemi csillagról. Ez a magyar író, aki akkor kicsike gyerek volt, így fejezi be a visszaemlékezését, hogy a nagymamám ölében mindig karácsony volt. Milyen jó lenne, ha lennének ilyen nagymamák, ilyen szülők, ilyen családok, ilyen közösségek, akik őrzik Jézus szeretetének a fényét, tovább tudják adni. Hálát adunk azokért az emberekért, akik így élnek. Imádkozunk azért, hogy mi is egyre inkább hordozói lehessünk Jézus fényének a világban.